szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ma ide, hogy együtt imádkozzunk, és emlékezzünk azokra a magyar és német férfiakra, akiket innen vittek el 77 évvel ezelőtt az úgynevezett Málinki robotra. Ez tényleg egy ominózus és szimbolikus hely, mert pontosan innen a Rákóczi kastély udvarából vitték el 77 évvel ezelőtt ugye a magyar és a német férfiakat úgynevezett Málinki robotra, ami igazából haláltábor volt és kollektív büntetés nemzetiségi alapon, mert ahogy most Popovics Béla helytörténész itt el is mondta az itteni akkori eseményeket, az embereket ide hívták, ők itt sétálgattak a korzón, és aki betévedt ide az udvarra, és akkor azt mondta, hogy ő megkérdezték, milyen nemzetiség. Azt mondták, hogy magyar vagy német, akkor azt becsukták ide a Rákóczi kastélyba. Aki szlovák, ukrán vagy ruszinnak vallotta magát, azt szépen elengedték. És itt több mint 2000 embert tartottak itt magában a kastélyban, ahol ugye tudjuk, hogy innen aztán ment a menet Szolyvára, Szolyváról Szambírba, és utána vagonírozták. Itt az emlékhelyen, a emléktáblánkonak, akkor, mikor összegyűjtöttük, akkor 149 név szerepel, aki soha nem jött onnan vissza, de ez nem egy teljes lista, mert ugye azóta voltak jelentkezők, és ezt még nincs hozzáírva a többi elhunytakhoz. Semmit nem tehetünk az ellen, hogy ez ne történjen meg, mert ami megtörtént, az már egyszer megtörtént, csak annyit tehetünk, hogy emlékezünk, imádkozunk, és soha nem feledünk, és minden adandó alkalommal szóvá tesszük, hogy sincsenek se rehabilitálva, se megbüntetve, se államilag, se utódállam annak, aki ezeket a gyilkosságokat elkövette. Más nem tehetünk, szóvá tesszük, hangoztatjuk, és beszélünk róla, és emlékezünk, hogy a jövőben ez ilyen soha ne történjen meg. Szó, amit mondtak, hogy három napi munka, és hát ez nyilván megtudták a családok is akkor. A hozzátartozók, asszonyok, hozzátartozók hoztak egy kis élelmet, át akarták adni, puskatussal verték szét ezeket az embereket, a szovjet katonákat. Ez a sorstragédia egész Kárpátaljának, de munkácsok miként érintette, hány embert vittek el innen? Hát pontos számot nem tudunk, de több mint 2000-et, akikről sikerült megtudni, hogy elvitték őket, illetve akik meghaltak, azoknak a nevét véstük itt fel a táblára. Itt egy ilyen komoly feltáró munkát csináltunk annak idején, megkérdeztük az akkor élő embereket, hozzátartozóinkat, ismerőseinket, akik átélték, vagy látták, hogy mi történt, és tényleg ilyen mozaik kockánként szedtük össze az információt, hogy egyáltalán mi történt Munkácson, egyáltalán mi történt Kárpátalján, egyáltalán kiket vittek el, és hát több mint 2000 ember volt érintett Munkácsról. Nagyon fontos ezeknél a megemlékezéseknél nem csak arra koncentrálni, hogy mi történt, hogy milyen borzasztó szenvedéseket éltek át ezek az emberek, hanem azt is észrevenni, hogy ezek az emberek hazajöttek, az Isten tenyerébe helyezték az életüket, és építettek, és nem csak a sebeiket nyalogatták, hanem előre tekintettek, és merítkeztek az Isten erejéből, merítkeztek abból, hogy magyarok, és akkor életet adtak nekünk, megtanítottak magyarul gondolkodni, imádkozni, kiverekedték a magyar iskolákat mindazok, akik itt maradtak, szóval az életről szólt, vállalták a családokat, a közösségeket is mertek tenni. Mert a szeretet ez igazából ez tett, és ezeket a tetteket tették meg, és ezeknek a tetteknek eredményeként vagyunk mi most itt is. Én ezt látom, hogy most, amikor rengetegen mennek el, és megijedünk nehézségektől, vagy elhisszük azokat a hazugságokat, hogy máshol jobb, most ebben az időszakban borzasztóan fontos megnézni ezeknek az embereknek az életét, akik sokkal nehezebb körülmények között találták meg az élet értelmét, és valahogy visszanyúlni ezekhez a gyökerekhez, hogy tisztában lássunk. Mert ezek nagyon-nagyon példaértékű életek voltak, és mondom, ennek eredményeként vagyunk mi most itt Kárpátalján. Sokkal nehezebb körülmények között álmodták meg az életünket, és maradtak itt, és egyszerűen, ha hűségesek akarunk lenni nagyapáink és apáink szellemiségéhez, akkor nekünk is tennünk kell ezt becsületet, tisztességet, építeni a jövőt, családokban gondolkodni, gyermekekbe gondolkodni, közösségekben, iskolákban is, megfogni egymás kezét, megajándékozni egymás szépségével, egymás értékeivel, és hinni azt, hogy a Jóisten áldásával lesz ennek a nemzetnek jövője a Kárpátalján, meg a Kárpát-medencében.